a pályaorientációs kalandőrülettel Paksbirítóra az első István szakképzőiskolába érkeztünk. Mellettem Dömötör Csaba, a szakképzési centrum kancellárja. Kancellár úr, hogy találódott ki ez a játék? Mi volt ennek a vezérlő elve? Hát a játék ez már nem új. Ez már lassan, már 10 évre visszamenőlegesen működik ez a játék. A Tamási Vályi iskolából jött az első alapgondolat. Kifejezetten pályorientációs céllal indult valamikor is ez a játék. Aztán tavaly a Tolna megyei foglalkoztatási paktum támogatásával kiszélesítettük, és adtunk neki egy sokkal nagyobb nyilvánosságot. Én azt gondolom, hogy ennek az alapvetése és az a célja, amivel elindult, az megmaradt. Keltsük fel a szakképzés iránti érdeklődést, erősítsük a szakképzést. A tavalyi esztendőnek milyen tapasztalatai vannak az önök számára? Nagyon-nagyon jó tapasztalatai vannak. Mi azt láttuk és azt tapasztaljuk, hogy összességében az előző tanévhez képest 10%-os létszámbővülésünk van. Én azt feltételezem, erre nincsenek ugyan pontos méréseink, de én azt feltételezem, hogy többek között ennek a pályorientációs kalandőrület játéknak is van ebben szerepe, hiszen egy nagyon-nagyon jelentős, nagy publicitást kapon a nyilvánosság előtt folyó vetélkedés. Hogy találódik ki az adott évben, hogy milyen játékok kerüljenek bele? Hát mindig van egy agytrözt, mondjuk így, van egy olyan csapat, a Tamási iskolának, a Vályi iskolának a kollégái, igazgató helyettesei és a kollégái, akik ezt kiötlik. Ez olyan titok, hogy velem sem osztják meg, tehát a mai reggelig én sem tudtam még például azt sem, hogy mi a témakör, és hogy mi az a vezérfonal, ami köré csoportosítják a mai játékot. De alapjában véve az egésznek az a lényege, hogy cselekedtessük a gyerekeket, kvázi kis projekteket csinálnak, hát nem is kicsit, mert ugye azért ez egy 10 órás játék sok feladattal. Egész nap dolgoznak, cselekednek, projekteket valósítanak meg, és közben vannak izgalmas, szórakoztató, jó kis játékok. Ha pedagógiai oldalról nézzük ezt a játékot, akkor mik azok a kompetenciák, amiket megkaphatnak a gyerekek? Hát nagyon sok mindent. Eleve csapatban dolgoznak, tehát onnét indulunk, hogy csapatban dolgoznak. Nagyon fontos a kreativitás. Nagyon fontos a logikai készségképességnek a fejlődése. Nagyon-nagyon fontos a digitális készségeknek a fejlődése. De nagyon-nagyon izgalmas egyébként az is, hogy hogyan tudják bevonni a többi társat, mert ugye itt van egy 6 fős csapat, de hát van egy segítő csapat, egy háttércsapat is a mögöttük. Ővelük hogyan tudnak kommunikálni? Tehát önmagában egy kommunikációs kompetencia, maga a kommunikáció is erősödik. Tehát nagyon-nagyon sokrétű ez a mai játék. Én azt láttam, ahol jártunk az iskolákban, hogy ahol tavaly részt vettek, ott nem volt kérdés, hogy idén is részt kell levenni. Tehát ott az beült. Az új iskolák megtalálása mennyire volt sikeres idén? Hát én azt gondolom, hogy nagyon. Hát 14 iskola játszik most ebben a pillanatban. Ami egy jelenlegi helyzetben, és itt megint csak muszáj a Covid helyzetről 2 mondatot legalább mondani, tehát egy ilyen jelenlegi helyzetben, ahol vannak betegek, fertőzöttek sajnos, nem volt egy egyszerű feladat. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy szintén a tavalyi nagyon nagy sikerű napnak az eredménye az is, hogy most a tavalyihoz képest, hát háromszorozódott tulajdonképpen, vagy nem egész háromszorozódott, de a csapatok száma, tehát a 14 csapat, én azt gondolom, hogy az nagyon komoly. Hát hiszen, ha megnézem, hogy a 14 csapat az 6x14 gyereket jelent, pluszba mögöttük egy-egy fél iskola, vagy sok esetben egy kis iskolában szinte az egész iskola ott szurkol, dolgozik, segít, támogat, drukkol nekik. Tehát, hogy nagyon nagy csapatokat mozgatunk. Mikor lesz elégedett ma este? Mikor leszek elégedett ma este? Akkor, hogyha mind a 14 csapat végigjátsza ezt a vetélkedőt. Bízom benne, hogy lesznek annyira ügyesek, hogy minden feladaton végig tudnak menni. A izgalmas a kérdés, a Pál utcai fiúk, ugye ez a témakör, ezt most már el lehet mondani, és a Pál utcai fiúk története köré szerveződik minden egyes feladat. Én akkor leszek elégedett, hogyha mind a 14 csapat befejezi sikerrel a napot. Kancellár úr, köszönöm szépen. A pályaorientációs kalandőrület folytatódik, mi most még Pakson jelentkezünk néhányszor.